Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Plósz Csilla Margit, a karcagi Erker Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola megbízott igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi nézőjét. Hogyan indult a zeneiskolában a 2023-24-es tanév? Ugye bizonyára a városban sokan hallottak róla, hogy átszervezés történt a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, hiszen három tagintézményből állt ez az iskola, a Kovács, a Kiskulcsos és az Erkel tagintézmény. A nyár folyamán az Erkel tagintézmény, a művészeti iskola kivált a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából, és önállóan kezdi meg az életét Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola névvel. Ez ugye azzal járt, hogy újra kellett az iskola életét szervezni, hiszen más lett a vezetői struktúra az iskolában, a feladatok ellátását is más struktúra szerint, szervezés szerint látjuk el, illetve a dokumentumainkat is újra kellett gondolni és újra kellett írni, tehát mozgalmasan indult ez a tanév, és ehhez még csatlakozott az is, hogy ugye a gyerekek beiskolázását, hiszen ilyenkor szeptember elején még pótbeiratkozást szoktunk tartani a művészeti iskolába, még azt is koordinálni kellett. Milyen tanszakokkal és hány fővel kezdték meg a működést az új tanévben? A szokásos tanszakokkal 16 fő pedagógus látja el az alapfokú művészetoktatási feladatot. Az ütőtanszak, a magánének tanszak, a gitár, a hegedű, a mérészfúvós, a trombita, vonósok közül a cselló, a hegedű, a furuja, klarinét, zongora, kamarazene, képzőművészet tanszakokkal indult a 2023-24-es tanév. A gyerek létszám most per pillanat 181 fő, ami nagyon jónak mondható. Mi is csodálkozunk ezen a létszámon, de örülünk, hogy egyre több gyermek jelentkezik a művészeti iskolába. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy az elmúlt évek statisztikai adatai alapján, vagy ahhoz való képest, mennyiben növekedett, illetőleg mennyivel többen jelentkeznek, de hát ugye itt a számadat igazolja, hogy sokan, sokan zeneiskolások. Így van, és úgymond várólistánk is van, mert vannak olyan tanszakok, ahol sajnos véges a kapacitás, és vannak olyan gyerekek, akik még várakoznak, tehát ez a létszám még emelkedhetne, de hát várunk még pedagógus kollégákat, és ha ők majd érkeznek, akkor ezt a számot még tudjuk növelni tovább. Melyek a legnépszerűbb tanszakok? Hát természetesen az ütőtanszak. Miért egyébként, ami esetleg ez közelebb áll? Az ütősök, tehát a gyerekeket vonzza a sok-sok ütőhangszer. Tehát ütőtanszakon nem csak egy hangszeren tanulnak a gyerekek. Ott tanulnak ritmushangszeren, és tanulnak dallamhangszereken is, és úgy gondolom, hogy a gyerekeknek ez egy olyan varázslatos világ, és ezért vonzódnak hozzá. Aztán ott van a másik nagyon közkedvelt tanszak, az a zongora. Ugye azt meg mindenki ismeri. És hallja, hallgatja, és szeretne rajta játszani. Tehát az még a nagyon közkedvelt, és a többi tanszakon a megfelelő gyereklétszám megvan. Egyébként azt is el kell mondani, hogy a gyerekek nem csak hangszert választanak sokszor, hanem tanárt választanak. Tehát ha szimpatikus nekik egy pedagógus, akkor arra hangszerre iratkoznak, mert szeretnék, hogy az a pedagógus tanítsa őket. Mennyire jellemző az, hogy egészen kiskorban, tehát akár az iskolai életüket kezdő kisdiákok, elsőosztályosok is jelentkeznek? Ez egyre inkább jellemző, és ennek nagyon örülünk, hogy a szülők úgy gondolkodnak, hogy már akár első osztályba, vagy második osztályba beiratják a gyerekeiket a zeneiskolába, hiszen a zenének nagyon sok fejlesztő hatása van. Vannak olyan szülők, akik azt mondják, hogy egy elsős gyereknek talán sok, ha még zeneiskolába is jár, hiszen tanuljon meg előbb írni, olvasni, számolni, és majd utána rájár a zeneiskola. De a zenei képzés, a hangszeres képzés, az nagy mértékben segíti ezeket a képességeket is.
Tehát a koordinációs képességet, a logikai képességet, a logikai gondolkodást fejleszti, és nem utolsó sorban az egészségükre is nagyon jó hatással van, hiszen az iskolánkban nagy gondot fordítunk arra is, hogy az úgynevezett zenei munkaképesség gondozás minden egyes hangszeres órán megvalósuljon. Mire gondolok itt konkrétan? A fúvósoknál ugye a helyes légzés, hogy hogyan lélegzünk. Ugye nem a hagyományos légzés, amit hétköznap megvalósítunk, igen, hogy a tüdőbe vesszük a levegőt, hanem a gyerekeknek azt szoktam mondani, hogy a hasunkba, a rekeszbe vesszük a levegőt. A rekeszlégzés megnyugtatja a gyerekeket. Egy kicsit nyugodtabbak lesznek, ugye egész nap nyüzsögnek az iskolába. Aztán nagyon jó hatással van ez a levegővétel, illetve levegővezetés azoknak a gyerekeknek, akik különböző beszéd problémákkal küzdenek, mondjuk dadogással. Nagyon sokat tud fejleszteni rajta. Akkor a helyes testtartás. Ugye nem mindegy, hogy tart meg egy hangszert, akár egy fúvós hangszert, illetve nem mindegy, hogy ül le a zongorához. Ott is ugye az egyenes hát megvan mindennek a helyes testtartása, és ugye a hegedűnél is nem mindegy, hogy most görbén áll a gyermek, vagy a helyes testtartást alkalmazza. Tehát az egészségükre is jó hatással van, és a kézügyesség. Finom motorika. Ugye az írásnál. Csak igen, egy történetet szeretnék elmesélni. Egyik tanítványnak problémái voltak az írással. Görcsös volt, nehezen fogta a ceruzát. Fúvós hangszerre kezdett el járni, és maga a szülő jött be egy fél év múlva, hogy rengeteget javult és fejlődött a gyereknek a finom motorikája, és mutatta a füzetet, hogy igen, sokkal szebben ír. Úgyhogy hogy erre is jó a művészeti iskola, és nem utolsó sorban pedig az, hogy itt a gyerekekkel egy pedagógus egy órán egyedül foglalkozik. A gyerekeknek, úgy veszem észre, szükségük van a figyelemre, amikor csak velük foglalkoznak, és csak velük törődik a tanár. Ez a lelki fejlődésük szempontjából is nagyon fontos, illetve nagyon fontos a megerősítés. Itt a tanár azt az egy gyereket erősíti, azt dicséri, azt próbálja fejleszteni, úgyhogy összességében nagyon-nagyon jó hatással van a művészeti iskolai képzés a gyerekekre. Megütötte a fülemet, hogy egy képzőművészeti tanszak is van. Ugye a képzőművészetnek számos ága van. Mi az, amit itt előnyben részesítenek? Nálunk a festészet grafika az, amelyet tanítunk. A képzőművészet tanszakunk egyébként a Kovács Mihály iskolában, a telephelyünkön, hiszen az telephelyünk, ott működik a képzőművészet szaktanteremben, és Bacsó Andrea tanárnő vezeti ezt a foglalkozást. Ide is még nagyon sok szeretettel várunk gyerekeket. Itt aztán kedvükre rajzolhatnak, festhetnek a gyerekek, és sok-sok technikát kipróbálhatnak. Sok mindenről beszélgettünk, mert már azért lehetett szemezgetni, de mégis mi a 2023-24-es zeneiskolai tanévnek a fő célkitűzése? Hát az első és legfontosabb a művészeti iskola megerősítése itt a városban. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk, hiszen 1947 óta van itt Karcagon zeneoktatás, és az eltelt 75 év alatt én úgy gondolom, hogy igen, jelentős szerepet töltött be itt a városban. Szeretnénk ezt a pozíciót megőrizni, illetve tovább fejleszteni. Illetve a következő éveknek a célja pedig az, hogy bővíteni mind a tanszakok számát, mind a tanított hangszerek számát, a pedagógusok számát és a zeneiskola növendékeinek a létszámát. Milyen programokkal készülnek az elkövetkezendő időszakban? Ez is mozgalmas, hiszen lesznek először a hagyományos programjaink, amelyeket minden évben megtartunk. Ugye, ha sorrendbe vesszük, most legközelebb lesz az október 1-e, a zenei világnapi hangversenyünk. Aztán mindig november elején rendezzük az Erkel emlék hangversenyünket, megemlékezésünket. Ez az idén most rendhagyó lesz, hiszen visszahívjuk az elmúlt évtizedekből azokat a rég volt növendékeket, akik itt tanultak,
és ezen a hangversenyen ők fognak fellépni. Egyébként volt, aki kifejezetten akár zeneiskolai hatásra, vagy zenetanár hatására ezt a pályát, hivatást választotta? Persze. Persze, mindig akadnak ilyen gyerekek, nem nagy számban, de vannak, akik tehetségesek is, és elhivatottak is, és ezt a pályát választják. Tehát november, Erkel Ernék ünnepség, aztán a szokásos karácsonyi hangversenyünk, amit minden alkalommal a Dérinél Kulturális Központban tartunk meg. Aztán fél év van, decemberben, januárban a tanszaki hangversenyek, amelyek mindig az Erkel teremben kerülnek megrendezésre. Most tavasszal lesz egy nagy versenyünk, amelyet minden második évben a mi iskolánk rendez, ez a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei vonós verseny. Immár negyedik alkalommal rendezzük meg. Itt a Szolnok vármegyei pedagógiai oktatási központ illetékességi területébe tartozó művészeti iskolákat, illetve az ott tanuló vonós növendékeket hívjuk versenyezni. Ez április 26-án kerül megrendezésre, és hát a tanév vége felé újra tanszaki hangversenyek. És ha már a versenyeket említettem, országos versenyekre is készülnek a gyermekeink. Az idén kerül megrendezésre az országos friss Antal Gordonka verseny, már 17. alkalommal. Erre egy növendékünk készül, illetve a Maros Gábor ütő, hangszeres, szóló és duó, valamint kamarazene verseny, ez Győrben kerül majd megrendezésre. Erre egy egész kis csapat, 10 fő készül az ütő tanszakról, illetve online versenyeken is részt szoktak venni a növendékeink. Az hogy működik a zene világában? Az online verseny, igen, nem nagyon szeretjük, de van, aki... Van lehetőség, aki, igen, így van lehetőség, aki szeretne vele érni, az élj vele. Az úgy történik, hogy a gyermek produkcióját a szaktanárral együtt fölveszünk, azt ugye föl kell tölteni egy megadott oldalra, és a zsűri ezt végighallgatja, értékeli, díjazza, és utána pedig eredményhirdetés következik. Ez mind online térben zajlik, tehát nem kell sehová elutazni. Viszont akik előkelő helyezést érnek el, azok élőben bemutatkozhatnak egy hangversenyen, ami az idei tanévben Baján lesz megrendezve. Hát bízunk benne, hogy a zongorista növendékeink közül, hiszen ez most a zongoristáknak van meghirdetve, a zongorista növendékeink közül lesz olyan, aki majd részt vehet ezen a Bajai hangversenyen. Igazgatónő, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a tartalmas tanév programjáról is mely másról beszámolt nekünk, és nagyon jó munkát kívánok az elkövetkezendő időszakra önnek. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen az érdeklődést. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!